Pályázati táncversenyt rendeztek a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban kortárs modern tánc és néptánc kategóriában. 10 kortárs és 20 néptáncos produkció szerepelt az est programjában. Itt épp egy közös előadást láthatunk. A tanulók saját munkákat vonultattak fel, melyet a zsűri több kategóriában is díjazott. Molnár Martin Végpont című előadása harmadik helyet eredményezett a 11. évfolyamos tanulónak. Néptánc kategóriában szintén a dobogó harmadik fokán zárt Kocsis Vivien és Szentpéteri Balázs, akik kalocsai csárdással szórakoztatták a közönséget. Ezüstérmet és közönségdíjat is szerzett Kovács Szabolcs nagyecsedi magyar csárdásának köszönhetően, míg modern tánc kategóriában Nagy Zsenetnek tapsolhatott a közönség a képzeletbeli dobogó második fokán. Modern tánc kategóriában első helyen a Bugyasára Dorka Dóra páros végzett egyén című produkciójukkal, míg néptánc kategóriában Szécsi Fanni és Halász Gergő végzett az élen. Gazdára találtak az Universitas gyűrűk is mindkét kategóriában. Elek Sándor mezőszopori férfi táncokkal érdemelte ki a gyűrűt, melyet Szakály György, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora adott át. Modern tánc kategóriában Németi Viktória húzhatta újjára a gyűrűt, aki egyben a közönségdíjat is elnyerte. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni! Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, kövess Facebook és Instagram oldalunkat.